A magyar mezőgazdaság jövője szempontjából ez egy legfontosabb kérdés, hogy kellő innovációval, kellő nyitottsággal tudunk-e alkalmazkodni a változó körülményekhez. Ezért tartom fontosnak azt, hogy a hagyományos klasszikus kategóriák, mint az állattenyésztés és a többi mellett van egy agrárinnovációs kategória is az év agrár embere versenyben. Olyan jelölteket néztünk meg, akik a saját területükön rendkívül innovatívan viszonyulnak a gazdálkodáshoz, új technológiák, technikák alkalmazásával, és törekednek arra a mindennapi munkájuk során, hogy mások számára is mintát jelentsenek. Tehát az innováció ebben a rendkívül gyorsan változó korban óriási jelentőséggel bír. Gyakorlatilag, amikor már mindennapos kérdés az, hogy a magyar mezőgazdaságban miképpen lehet a precíziós gazdálkodást alkalmazni, miképpen tudunk hagyományos technológiákat meghaladni, a jövő versenyképessége szempontjából az egyik legfontosabb kérdés.